aki látta a patkányt fogott a biztonsági kamera, az tudja, hogy itt a fakupacnál volt mozgolódás. Hát most már ugye fogy nagyon a tüzelő, úgyhogy elkezdtem szépen újból vagdosni őket föl, mert hogy különben megve az Isten hidegetől megvesznénk ott benne a házba. Nagyon fogy a tüzelő, és itt látszik a sok-sok diótól, ugye ez egy fűszfa, tehát ez nem lehet dió, különösen nem megpucolva, kiukasztva, tehát valóban itt élnek, vagy éltek valami jószágok. Na, és szóval nem erről szól most ez a villám bejelentkezés, hanem arról, hogy itt a szomszéd, akit most nem akarok megnevezni, nehogy bajba kerüljön, szólt nekem, na nem ezért, majd mindjárt kiderül miért, tehát szólt nekem, hogy itt bizony elloptak egy kéményt, és láttam-e valamit. Hát nézzük meg, miről van szó, szerencsére nem a mi házunkról van szó, hanem itt van egy ilyen, hát több romos ház is van, és az egyik romos háznál történt mindez. De azért a dolog az több érdekességet is tartalmaz. Hát először is azt, hogy azért ő is gyakran itthon van, mármint az a szomszéd, aki szólt nekem. Ő is viszonylag gyakran itthon van. Én is viszonylag gyakran itthon vagyok. És e fölött, a föld fölött található háznál is az új lakók, azok dolgoznak elég rendesen. Tehát nem is tudom, merről menjek oda. Hát erről megyek. Plusz, ugye hát nálam mondjuk a kamera az nem sokat számít, mert nálam az udvarra, tehát az udvart nézi a kamera, meg a házat, meg a házban is van kamera, meg a hátsó udvart nézi, de például neki, hát nem túl GDPR kompatibilisen, de ki nem szarja itt le a GDPR-t, ide jönnek, akkor majd elássuk őket. Szóval az a helyzet, hogy neki az utcára, tehát ugye erre az útra is kinéz, mindkét irányba ráadásul a kamerája, plusz még hátrafelé is, tehát egészen biztos, na erről a házról van szó, melyikről lellopták a kéményt, hogy valonnan hátulról lopózhattak be, tudták azt, hogy ne erre jöjjenek, mert hogy az úton nem jött senki. Tehát megnézte a felvételt, és az úton nem volt senki, és hát igazániból én nem nagyon értettem, hogy mi a töknek lopnának el egy kéményt, de aztán mondta, hogy hát azért, mert hogy ez vaskémény volt. Itt mutatom a helyét a történetnek, és elég egyértelmű, kifele van bontva a törmelék, meg kifele van hajtva a lemez, mert először jó indulatú voltam, mondom, lehet, hogy bedőlt, de nem dőlt be. Be is néztünk a házban, úgy tulajdonos engedelmével, nyitva volt úgy is, és kifele voltak hajtva ezek a lemezek, és ha egyébként ide jövünk, vágás nélkül szerettem volna, de ma reggelre lefrissült Android 9-re a telefonom, és belefagyott a felvételbe. Szóval, tehát itt is itt van a törmelék, ez a kéménynek a darabjai, plusz ez az ajtó is ki van feszítve, és ott is le van törve a széle, tehát egyértelműen onnan ledobálták a kéménynek a törmelék részét ide. A vas kéményt meg egyszer ilyen fogták, és elvitték. Úgyhogy valakinek ez a vas kémény kellett. Ez azt jelenti, hogy ismételten valaki garázdálkodnak a környéken. Aztán, hogy megzavarták-e őket, vagy nem néztek rendesen körül, azt nem tudjuk, mert azért itt lett volna például még egy vasajtó is, meg egy nagy vassúly, tehát hogyha minden arra vas kellett nekik, akkor például azt miért nem vitték el. Ez elég furcsa történet. Na egy a lényeg, ezt valamikor az elmúlt egy-két napban csapták innen meg ezt a kéményt.